Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december 28-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Burján Zsigmonddal, a Csak még egyszer előre című film rendezőjével, majd ellátogatunk Juhász Anna irodalmi estjére, végül pedig a Prohászka emléktemplomba a Kasszap István emlékmisére. Tartsanak velünk! Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem, a Paletta magazin első részében egy beszélgetés következik, annál is inkább, mert hogy talán jól emlékeznek rá, hogy 2016-ban született meg az a magyar háborús fildráma, Burján Zsigmond filmje, amely a magyar királyi 17-es honvéd gyalogezred katonáinak történetét dolgozza fel, emléket állítva az első világháborúban harcoló magyaroknak, székesfehérváriaknak. Vendégem pedig természetesen Burján Zsigmond, aki ezt a filmet rendezőként és operatőrként is jegyezte. Szervusz, Zsiga! Szervusz, Lajos! Amiért pedig most itt vagyunk, megjelent a Mesés Fejér megye című könyv, az új kiadás, Kész Varga Mónika tollából, Simon Erika fotóival, illetve számos olyan munkatárs volt, akik ezt a nagyszerű könyvet összehozták, és ebben benne van. Ugye a Fejér megyei értéktár újabb kötetéről beszélünk, és a Csak még egyszer előre háborús filmdráma is helyet kapott benne, ezt itt megmutatom. Nos, erről a megtiszteltetésről fogunk beszélni, de egy kicsit először idézzük fel röviden a Csak még egyszer előre történetét, filmben természetesen. Nézzük meg együtt. Nos, hát röviden azért láttuk, hogy honnét eredeztethető ez maga ez a történet. Mielőtt azonban a filmről beszéljünk, amikor hírét vetted, hogy a Mesés Fejér megye kiadványba, könyvbe is bekerül ez a film, milyen gondolatokat ébresztett benned? Én nekem ez nagyon-nagyon-nagyon jól esett. Több is az, hogy jól esett. Én megtisztelve érzem azt, hogy bekerültem Fejér megye értéktárába, illetve a film bekerült abba az értéktárba. Annál is inkább, mert a 17-eseknek az állománytáblája az a kezdetben székesfehérvári és fehérvegyei emberekből állt. Később aztán, amikor annyira nagy volt már a veszteség, akkor bekapcsolódott Tolna megye, Somogy megye és Veszprém megye, és aztán a végén már mindenhonnan, ahol tudtak épp embert összeszedni, az hívták be az ezredbe, de főleg Székesfehérvár és Fejér megyei embereknek a katonai
tehát a Székesfehérvár és Fehérmegye emberek kerültek be az ezredbe. Később nem régen tudtam meg, hogy ennek az ezrednek a 1915 májusa és 1918 novembere között a veszteség listája az körülbelül 9600-9800 ember volt. Ez egy óriási szám. Beszéljünk az indítatásról, hiszen két szálon fut ez a cselekmény, idézzük meg, mert hogy ugye azért mégiscsak bár szerintem az egész ország látta ezt a filmet, érdemes volt megnézni, hiszen soha nem született még ilyen, valljuk meg. Az egyik oldalról Sipos Gyula ezredes, a 17-es gyalogezred vezetőjének visszaemlékezései alapján, a másik oldalon pedig három katona mutatja meg azokat a hétköznapokat, amelyeket megéltek. Ez mennyire volt tudatos, hogy két szálon futó cselekménnyel mutasd meg? Hiszen Sipos Gyula ezredes emlékiratait az ugye ezt fel kellett kutatni, a másik pedig bizonyos értelemben fikció, de nagyon is valóságos. Tulajdonképpen nagyon keveset találtam Sipos Gyula emlékirataiból, ugyanis eltűntek. És ő leírta nyilván az első világháborúban való szereplését az ezrednek a parancsnokaként, de ezek az emlékiratok sajnos megsemmisültek. Ahonnan én tudtam kutakodni róla, van egy könyv, a 17-esek a nagy háborúban, azt Sipos Gyula szerkesztette, és előszót írt hozzá, de az összes többi írás az nem az ő tollából származik, de nagyon komoly bepillantást tud adni. Talán jobb is így, mert így ki tudták emelni Sipos Gyurának a vezetői személyiségét, aki ugye Székesfehérvárnak a díszpolgára is, és azért kapott díszpolgári kitüntetést, mert nagyon emberségesen bánt azokkal a katonákkal, akik a kezére voltak bízva. Mindent megtett, amit ember megtehetett, de hát ennek ellenére is óriásiak voltak a veszteségek. Tehát tulajdonképpen a történelmi tényeket kellett rendszerezned és dramatizálnod. Igen. Azokat a megtörténteket, viszont ugye a főszereplő, az egyik főszereplő a fiatalasszony, akinek a férje nem jön vissza a háborúból, ez egy nagyon fontos szál megint csak a filmben. Igen, arra gondoltam, hogy azt is ábrázolni kell, hogy a háború nem csak az Isonzó vagy Doberdó fensíkon, a lövészárkokban vagy az árkokban tartott, hiszen megkapja a halálhírét ez a kis hölgy, a férjének a halálhírét, és azt is kellett ábrázolni, hogy hogy élhették át azok, akiknek valamelyik hozzátartozója kint a fronton elveszett, a hozzátartozójuknak, szerettüknek az elvesztését. Mert szerintem csak így kerekez a történet. Nyilvánvaló. A család az egy fő motívum mindenképpen, ahogy a te családodban is fő motívum volt, hiszen a nagyapádról tudjuk, hogy nagyon sokat mesélt neked, és azt hiszem, hogy ez megerősítést adott neked. Miként emlékezel azokra a beszélgetésekre, amikor ő elmondta, hogy mi minden történt? Hát az úgy kezdődött, hogy még 6 éves vagy 7 éves lehettem, tehát kicsi gyermekként a nagyapám kézen fogott és elvitt az oroszlános szoborhoz, ugye a 17-eseknek az emlékművéhez, és azt mondta, hogy büszke vagyok arra, hogy velük harcoltam. Bár az én nagyapám nem a 17-es ezrednek volt a tagja, hanem a Magyar Királyi Budapesti 1-es számú honvéd gyalog ezrednek volt a katonája, csak úgy harcolt ő a 17-esekkel, hogy a monarchiának a 20. gyalogos hadosztálya az állt a budapesti 1-esből, a debreceni 3-asból, a nagyváradi 4-esből és a fehérvári 17-es ezredekből. Tehát ő nagyon büszke volt, hogy ezzel az ezreddel érintkezett kinn a fronton, mert végülis aztán ez az ezred a monarchia hadseregének, ez egy kitüntetett ezrede lett, mert elképesztő bátorsággal, elképesztő harckészültséggel vetették be magukat a háborúnak a poklába. És ez bizony-bizony nagyon nagyban függött az ezred parancsnokától, Sipos Gyulától. Ő
úgy emlékezik erre vissza, hogy az volt a legfontosabb, hogy ez az egész a bizalomra épült. Mert a vezető tisztek bíztak a tisztekbe, a tisztek a tisztek helyettesekbe, a tisztek helyettesek pedig a honvédokba. És ez visszafelé is így volt, hogy az egyszerű bakák bíztak a tiszt helyettesekbe, a tiszt helyettesek a tisztekbe, és a tisztek pedig az ezred vezetésében. Tehát bizalomra épült. Ahhoz, hogy egy ilyen remek forgatókönyv és egy nagyszerű film szülessen, nyilvánvaló, hogy a helyi viszonyokat is meg kell tapasztalni. Igaz, hogy évtizedek múltán, de nyilvánvaló a hadszínterek megismerése, ismerete az nagyon sokat segített. Mit tapasztaltál, amikor kint jártál? Hát az olyan volt ez az utazás, mintha az időben utaztunk volna vissza. Igazság szerint ez nem egy nagy terület, ez a Doberdó-fennsík, de mind a mai napig ott vannak a lövészárkók, valamit teljesen helyrehoztak, valamit benőtt a gaz, benőtt az erdő, jártunk a Gesütz kavernában, hogy egyáltalán hogy nézhetett ki egy ilyen kaverna. A kavernáról annyit kell tudni, hogy a természetes barlangokat egészítették ki, vágták ki olyan nagyságá, hogy adott esetben 100 vagy 200-300 ember is meg tudta húzni magát. Egyébként az sem volt annyira idilli, hiszen az olasz tüzönség folyamatosan lőtte a kavernákat, potyogott a falakról a lepattant sziklatörmelék, befolyt a víz, és ugye hát az a víz folyt be az esőzéseknél, amikor a kavernáknak a tetején ugye halottak hevertek, és az a mocskos, hullaszagú, bűzös víz folyt be. Tehát elképesztő, hogy mi lehetett ott. És tényleg ez egy olyan volt, mint egy időutazás, ezt meg kellett tapasztalni, el kellett menni, meg kellett nézni, körbe kellett járni, és aztán magát a háborús jeleneteket a várpalotán, a hármas számú őrhelyen, ez a magyar néphadseregnek a területe, a honvédség területe, ott vettük föl, mert az hasonlított leginkább ahhoz a kopár területhez, ahogy akkor a Doberdó kinézett, mert ugyanis kivágták a fákat mind az olasz oldalon, mind a magyar oldalon. Ennek több oka volt, egyrészt felhasználták, eltüzelték, de nagyon egyszerű profán oka volt, hogy a géppuska lövedékeket a sűrű fa állomány az véletlenszerűen fölfoghatta, és így a kilőtt lőszereknek a 20-25%-a az nem az élő erőbe csapódott, és ezért is vágták ki a fákat. Nos, tehát ha a film megszületését nézzük, meg volt a forgatókönyv, tehát a szándék, pénz, paripa, fegyver. Itt nem mehetünk el szó nélkül nyilván a segítőkről sem, hiszen ilyen film még nem készült. Székesfehérvár városmegyejogú város önkormányzata első ízben nyújtott segítséget, a kormány, illetve a pályázatok. Tehát ez így jött, de én azt gondolom, hogy ez mind megerősítést adott neked, hiszen kellett járni a nyilvánvaló a források után, de azért ez azért elegendőnek bizonyult. Hát elegendőnek bizonyult, de ez egy nagyon kis költségvetésű film volt. Tehát, hogyha azt nézem, hogy egy ilyen háborús, kosztümös filmet, hogyha elkészít valaki, hát a 100 millió forint fölött nem lehet kihozni. De mi megtettük, és tényleg köszönöm a segítséget Cserpakulcs Andrásnak, és az, hogy ez a film bekerült Fejér megye értéktárába, ez nagyon nagy segítséget nyújtott Balsai István, Balogh Gábor, aki ennek az értéktárnak az új értékeit keresi az önkormányzatnál, tanácsnoknak, és hát nem utolsó sorban Cserpalkovics Andrásnak, aki a jelölésben Balsai Istvánnal közösen nagyon sokat tettek, hogy ez a filmet jelölték erre a tisztre, és
Molnár Krisztiánnak, a megyei közülés elnökének, és hálás köszönettel tartozom. Nos, tehát ha úgy tetszik, ez a film azt gondolom, hogy rendkívül hiteles és fontos számunkra. Viszont nem álltál meg, hiszen most készül a Szétszakítva című film, ennek a folytatása, ami 1920. június 5-e, természetesen június 5-e a trianoni békeszerződés dátuma, amikor itthon is tudomásul kellett venni, hogy szétszakítva vagyon a mi nagy Magyarországunk. Most indult el a forgatás, illetve már forgatjátok. Mikor lesz belőle film? Melyek az alapjai? Hát ennek a filmnek az a lényege, hogy úgy éreztem, hogy ahogy a Csak még egyszer előre, 1918. november 18-án fejeződik be, amikor az ezrednek a maradéka felavatja a Székesfehérváron már akkor álló oroszlános szobrot, ami egyébként Magyarországon az első világháborús emlékmű. És arra gondoltam, meg úgy éreztem, hogy és mi van azokkal, akik túlélték ezt? Hogyan tudnak egyáltalán visszailleszkedni a civil életbe? És hát nem olyan egyszerű volt, akkor nem volt olyan egyszerű a helyzet. Akkor már tartott az őszírózás forradalom, nagyon komoly változások jöttek az ország életébe, egyrészt tönkre volt téve gazdaságilag, másrészt meg, hogy tudtak elszakadni a háború borzalmaitól. Tehát ez nagyon komoly, ez a poszttraumatikus stressz, ami a pszichiátriában van, gyakorlatilag ezt az első világháborúban, a világháborúból hazatért katonákon vették észre, és akkor kezdték el egyáltalán bevezetni ezt a fogalmat. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog lehetett mondjuk 3,5 év után visszazuhanni a civil életbe, ahol 3,5 évig gyakorlatilag ezek az emberek a halottak között feküdtek, embereket öltek, gyilkoltak, és egyszer csak vége az egésznek, ráadásul vesztesként jöttek ki a háborúból, akik nem is értették, hogy veszíthették el a háborút, hiszen egyetlen egy olasz katona Magyarország területére, sőt a monarchia területére nem tudott betörni. Mert ők az összeset ott, az Isonzó völgyében föltartóztatták ezt az egészet. És hogy tudnak visszailleszkedni, és akkor utána kezdődik az átalakulás, kezdődik a kommunista Kumbéla-féle rémuralom, és akkor jön a román megszállás, és a végén eljutnak oda, azért jó, hogy ezt úgy mondtad, hogy 1920. június 5. Hiszen június 4-én, írták alá a békediktátumot, de ők június 5-én értesülnek a székesfehérvári friss újságból. Van egy újságcikk, azt meg is találtuk, amelynek az a címe, hogy harangoznak, és az akkor abból az újságból értesülnek arról, tehát június 5-én jelenik meg az újság, hogy ez valóban megtörtént, amit nem hittek el, hogy megtörténhet. Érdeklődéssel várjuk ezt a filmet, Giga, és köszönjük szépen, és még egyszer minden ki nevében gratulálok. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépcső mindnyájunk számára a Fejér megyei értéktárban a részvételet. Köszönöm szépen. Én köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Juhász Anna Kossuth-díjas költőnk lánya volt az Aranybulla könyvtár vendége. A neves kortárs irodalmárral Bokros Judit beszélgetett Pilinszky János és Juhász Ferenc költői életútjáról. Juhász Anna irodalmár volt az Aranybulla könyvtár vendége. A méltán népszerű irodalmi szalon háziasszonyával Bokros Judit beszélgetett a székesfehérvári kötődésű Pilinszky János, illetve Juhász Ferenc életművének kapcsolódási pontjairól. Mi nem voltunk gazdagok, de a legnagyobb dolgot kaptuk, a szavakat és a szavak erejét, meg azt, hogy higgyünk ezekben a szavakban. Tehát ilyen verseket kapni karácsonyra azt gondolom, hogy egy kivételes dolog, amit máig nagyon szeretünk és szoktunk ismételgetni már a kislányommal együtt karácsonykor. Hát igen, ez egy eleve elrendelés, de nagyon sok esetben az egy könnyű útnak tűnik, hogyha valaki mondjuk felismeri, hogy mi a küldetése. Persze küldetése leginkább egy költőnek van, de az elrendelés útja is nagyon nehéz, hogy tényleg rátaláljunk az úton arra a hangra,
ami bennünk meg tud szólalni. Én erre szoktam a tanítványaimat, vagy a diákokat bíztatni, hogy ez egy dolog, ha már eljutunk odáig, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, vagy megvan egy ilyen vágy bennünk, hogy melyik terület, ami érdekel minket, de hogy ott tényleg valamilyen eredmény legyen, az általában a munkának, és valóban ennek a belső tűznek a tükre tud lenni, amit mi édesapámtól tanultunk, az ő 87 éve, egyébként egy különleges nap, hogy a december 2-a, ma van a halálának az évfordulója, ilyenkor este már éreztük, hogy ezek az utolsó percei édesapámnak, úgyhogy nagyon biztos, hogy ez rá fogja nyomni a beszélgetésre Bokoros Judittal a bélyegét, mert ez egy nagyon fontos nap számunkra, és ez a 87 év mégis azt tudom mondani, hogy teljes volt, tele volt értékkel és szeretettel, és hittel ebben a hittel a szó és a teremtett nyelv iránt. Úgyhogy nekünk nagyon, nagyon gazdag volt mégis így, nem csak a gyerekkorunk, hanem az egész életünk vele együtt. Beszéljünk az édesapjáról. Miként kell gondolnunk rá a 21. században? Tudjuk jól, hogy felgyorsult a világ, és egy különleges stílust képvisel. Hogyan lehet megszerettetni a fiatalokkal, az olvasókkal újra, ha úgy tetszik? Igen, tehát talán csak egy hasonlatig érdemes elgondolni, hogy ez két pólus. Tehát, hogyha van valaki, aki nagyon szikáran fogalmaz, és minden szónak ott a súlya, az Pilinszky János, és ha van olyan ember, akinek egyik szóról a másik jut eszébe, és ezt nem szikáran teszi, hanem mint egy burjánzó, gyönyörű növény vagy fa, ami folyamatosan teremtődik, és egyik szóba jön a másik, ez pedig édesapám. És valóban ez a második út, amit ő járt, és amire azt mondta Rész Pál, hogy ugye egy zseni volt, vagy azt mondta Kányádi Sándor, hogy ennek nincsen folytatása, se előzménye igazából, mert gondolhatunk Zrínyi Miklós eposzaira, de azért, amit ő teremtett, az nyelvileg egy egészen különleges, úgymond zárvány, és egy különálló sziget az ő költészete, de ez nem közösségi oldalbarát, ez nem instant világbarát, hogy Csányi Vé most egy kedves barátját idézzem, tényleg ez a globalizáció mindent kilúgoz, és nem az ilyen nagy eposzok vagy hosszú verseknek van itt az ideje. És én mégis azt gondolom, hogy egyre inkább, amire szükségünk van, akár azért, mert be voltunk zárva, akár azért, mert túl sok lehetőség van körülöttünk, az, hogy el tudjunk mélyedni. Hogy meg tudjon születni bennünk az idő, amit egymásnak vagy a költészetnek adunk, mert ezekből az aprólékos részletekből áll majd össze a valóságunk, és a csend, mert hogy mindig a zajról beszélünk, de ahhoz, hogy valamit befogadjunk, gondoljunk csak egy szép vers olvasására, ahhoz meg kell, hogy szülessen bennünk a csend. És ahogy apukám írta a Csöndvirága című versébe, levelet hajt bennünk valami, akár a bánat, akár a szerelem, akár a költészet, de ez mind ott van a versekben, és ezt is ő tanította már nekünk gyerekkorunkban, nekünk semmi más dolgunk nincsen, csak ezeket a verseket elolvasni. Ebben az esztendőben is a Prohászka emléktemplom adott otthont a Kaszap István emlékmisének, a fiatalon elhunyt kispapra, Spány Antal megyés püspök emlékezett. Kaszap István halálának 86. évfordulóján Spány Antal megyés püspök az egyházmegye megjelent papságával mutatott be koncelebrált szentmisét a Prohászka emléktemplomban. Az ünnepre a cserkészek idén is elhozták a betlehemi lángot, a békelángját. A főpásztor köszöntötte a híveket és a cserkészeket, és megemlékezett a fiatalon elhunyt hitvalló kispapról. Az Isten terve soha nem kerül olyan helyzetbe, hogy ne valósulna meg. Mindig megvalósul. Az Isten tervét nem hiúsítja meg Mózes sajátos életstílusa, Mózes gyengesége, a választott nép eljut az ígéret földjére Mózes vezetésével, és Mózes utat mutat, menjetek az ígéret földjére. Jézus családfájában látjuk az embereket, a méltókat és a kevésbé méltókat, de mindegyiket fölhasználja az isteni gondviselés, hogy az ő örök terve valóra váljék. Isten terve soha nem hiúsul meg. Kaszap István életében is valahogy ezt kell fölfedeznünk. Láthatjuk az ő átlagos életét, és ebbe mi az érdekes? Egy volt milliók és milliók között. Ki emlékszik rájuk? És emlékszünk rá, amikor
Isten megszólítja, és ő igent mond az Istennek. És elkezdi az Istent követni. A megyés püspök Kaszap életének két szakaszát emelte ki beszédében, az elsőt, amikor családja körében élt békességben, örömben és sikerekben. A második szakasz már betegségében telt, amely megakadályozta, hogy elérje földi vágyait, mégis növekedett Isten és az emberek szeretetében, lelke közelebb került Istenhez. Látjuk, egyre nő az Isten szeretetében, és egyre nő az emberek szeretetében, de egyre nő a szenvedések valóságában is. Testében egyre súlyosabb szenvedéseket hordoz, lelke meg egyre közelebb kerül az Istenhez. Nem is az számít, hogy ez 19 esztendő alatt zajlik le, ami számít az, hogy elérkezett az Istenhez. Olyan jó látni Kaszap Istvánt, aki, ahogy odaadta az életét az Istennek, ettől kezdve élte a maga bizonyságát. Rengeteg lelki szenvedést hordozott. Nyilván az az egyházi törvény, amely lehetetlenné tette, hogy betegségében fölvételt nyerjen egy szerzetes rendbe, az neki súlyos kereszt volt, és egy súlyos seb volt a szenvedés, a szívében, a szenvedésben. De mégis úgy gondolom, valóra vált életének álma, mert bár nem lett szerzetes, de az Istenhez elérkezett. Mert bár nem tudott eljutni az oltárhoz, hogy mint pap szentmisét mutasson be, de mint hívő lélek, Istenért lángoló, szerető szív, eljutott az Isten országába és az atyai házba. A szentmise után a hagyományokhoz hűen, Spány Antal vezetésével az egyházmegye papsága, a zarándokok, a cserkészek és a hívek Kaszap István sírjához vonultak, hogy megköszönjék közbenjárását, az ima meghallgatásokat, és kérjék Istentől mihabarabbi boldoggá avatását. Kedves nézőink, köszönöm egész éves megtisztelő figyelmüket. Találkozunk január 4-én kedden a megszokott időben. Boldog új évet kívánok mindnyájuknak. Viszontlátásra!